Hortobágyi pusztán vagyunk, ahol a viselet része a mindennapoknak. Igen, mint a Hortobágyon előnyben vagyunk, mert nem őrizzük a hagyományt, hanem bizony mi mindennapinkban megéljük azt. És akkor nézzük azt a viseletet, a cifrasztűt. Hát ez birkának van a gyapjából picit vízálló is, és ugye ennek van egy tartása is. Igen, ez kézi hímzés. Nemrég ez a csodálatos viselet bekerült a Nemzeti Értéktárba, és reménykedünk abba, hogy hamarosan a hungarikumok között láthatjuk majd, mert viselet az igenis megérdemelni azt, hogy hungarikummá váljon. Ami ez alatt rejtőzik, hát az se csúnya. Ez egy gombos lajvű egyébként, ami jelenleg egy ezüst gombsor, és ez 9 gomb, ami a hortobágyi 9-lyukú hidat jelképezni, szimbolizálna, és ugye ehhez van egy pásztor mellény, egy lajbi, ugye ez a caking, ami megint a Hortobágyra jellemző. És hát ami a férfi embernek a büszkesége, a kalap. A kalap. Ott van rajta az a gyönyörűséges toll. Ugye ami jellemző jobban a Hortobágyra, ugye a darutól, és a másik egy túzoktól. A túzok létszáma Hortobágyon lecsökkent. Nagyon nehéz ilyen tollat találni. A cégünknek feladata a gyakorlati természetvédelem megvalósítása. Nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ez a csodálatos madár nagyobb mennyiségben költőmadárként visszatérjen erre a tájra. És hát szívből remélem azt, hogy 10-20 év múlva egyre több pásztor kalapján ismételten túzoktól fog majd díszleni. Az övél lóg ez a bicska, és gyönyörű maga a tokja is. Csontból készül a nyele? Igen, szarúból. Ez például egy szarvas szarúból. És egyébként a pásztor embernek a bicskájának kell nem csak az étkezést szolgálni, hanem az állatokkal kapcsolatos tennivalót? Igen, ugye a juhászoknak egy kicsit jobban, mert ugye annak van egy körmölő része, ők ahol sántáznak, körmölnek, ugye marhánál vagy a launál, ugye a csikósok, gulyások azok inkább evésre használják, vagy egy kis faragásra szinte mindig előkerül, úgyhogy enélkül nem nagyon lehet menni sehol. Gondolom a cifra szűr az nem mindennapos viselet, de az alatta lévő az egyfajta munkaruha? Természetesen igen, ez a pásztorra van bízva egyébként, hogy miben szeretne dolgozni. Nyilván komoly fizikai munkához, amikor vért kell venni a jószágtól, amikor a gulya közé be kell menni bármilyen okból kifolyólag, akkor nem ebbe a ruhába mennek be pásztoraink, hanem nyilván munkaruhában. De hogyha itt valaki ellátogat Hortobágy térségébe, teljesen hétköznapi látvány az, hogy ilyen és ehhez hasonló ruhákban élik az emberek mindennapjaikat.